Több szigorúbb ellenőrzésekre kell számítaniuk a határon a Magyarországról Szlovákiába utazóknak, más határátkelőket viszont le is zártak. A határátlépésnél a beoltottak előnyökre számíthatnak, akik viszont nem kapták még meg a vakcinát, azokra külön szabályok vonatkoznak. Rájuk 2 hetes kötelező karantén vár, amit az 5. ott eltöltött napon negatív PCR-teszttel lehet kiváltani. A szlovák-magyar határszakaszon mától a Kalonda-Ipolytarnóc-Tajti-Cered, Eszkáros, Hollóháza, Nagykövesd, Pácin, Újhely és Sátoraljaújhely városi kis határátkelőhelyet is lezárták a forgalom elől. A többi nyitva lévő nagyobb határátkelőhelyen pedig intenzív egészségügyi és biztonsági ellenőrzésre kell számítani. A beoltottak karantén és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak Szlovákiába autóval, buszon vagy vonattal. A határátlépésnél a COVID igazolványt kell felmutatni. PCR-tesztre akkor van szükségük, ha fekete országból jönnek és repülővel utaznak.